Ha Magyarország bevándorló országgá válna, az politikai instabilitást okozna és romlana az ország gazdasági állapota is, kezdte a nemzeti konzultációról szóló lakossági fórumot Vásárosnaményban Magyar Levente államtitkár. A kormány elkötelezett amellett, hogy kiálljon Magyarországért, mert a kvótát itthon elutasítják az emberek, mondta a politikus, és most újra véleményt nyilváníthatnak a nemzeti konzultációban. Minden olyan magyar állampolgár, aki felelősséget érez az ország hosszú távú sorsáért, részt vegyen ebben a folyamatban, hiszen minden egyes kitöltött konzultációs kérdőív, ez egy megerősítés, és plusz egy megerősítése annak, hogy jó úton van a kormány, amikor az ország függetlenségéért és még egyszer a kultúráink egységességéért és megmaradásáért küzdelmet folytat. Idén a magyar külgazdasági kivitel el fogja érni a 100 millió eurót. Hogyan csapódik ez le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter helyettes, aki elmondta azt is, hogy újabb befektetőkkel tárgyalnak, új munkahelyek jöhetnek létre a megyében is. 2010 óta 5000 új munkahelyet közvetített a Magyar Állami Befektető Ügynökség ide ebbe a megyébe, és nagyjából 500 milliárdnyi beruházás valósult meg csak az állami csatornán keresztül. Plusz még azok a beruházások erre rájönnek, akik nem az állami támogatási csatornát vették igénybe. Tehát egy hatalmas fejlődés következett be számszerűen bizonyíthatóan itt ebben a megyében is. Megfeleződött a munkanélküliség, ami az országban az egyik legmagasabb volt itt Szabolcsban, és ma már a fele a 7 évvel ezelőttinek. És erre a megyére is jellemző az a tendencia, hogy hallatlan mértékben növekednek a beruházások, egyre több munkahely van. A térség versenyképességét további beruházások fogják segíteni, hangzott el a fórumon. Két új autópálya kapcsolat vonhatja be a határon túli térségeket a megye és az ország gazdasági vérkeringésébe. Kárpátalja irányába két új határátkelő nyílhat, és hamarosan átadják a Nagyhódos és Nagypalát közötti határátkelőt is. Magyar Levente elmondta, több ezer új munkahely jöhet létre a térségben, tárgyalások folynak azért, hogy 80 milliárd forintnyi befektetés érkezzen ebbe a megyébe.